96 óta avat díszpolgárokat. Díszpolgári címre azok a személyek javasolhatók, akik életük során kimagasló munkásságukkal hozzájárultak a kerület fejlődéséhez. Továbbá azon személyek, akik szakmai tevékenységükkel vagy a kerület nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében kiemelkedő tevékenységükkel öregítették a kerület hírnevét, tekintélyét. Díszpolgári elismerés az elhalálozás követő 3 naptári éven belül posztumusz is adományozható. Budapest főváros 13. kerület díszpolgári címben évente legfeljebb 3 fő részesülhet, de a kerület 80 éves születésnapja alkalmából idén a kitüntetés személyegyesülés részére is adományozható. A személyegyesülés részére adományozott cím a rendelet szempontjából egy főnek minősül. A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a képviselőtestület és a kerület lakosságának tiszteletét, megbecsülését fejezi ki. A címmel díszoklevél és a kerület kulcsa emléktárgy jár, valamint pénzjutalom adható. A díszpolgári címmel kitüntetett nevét és az adományozás évét a díszpolgárok könyvében kell megörökíteni. A díszpolgárok meghívást kapnak az önkormányzat által rendezett ünnepségekre, felkérhetők a kerületet képviselő delegációk tagjainak, és jogosultak a díszpolgári cím használatára. A Budapest főváros 13. kerület díszpolgára cím adományozására az adományozás megelőző 60 napig írásban lehet javaslatot tenni. Javaslatot tehetnek az önkormányzati képviselők, a képviselőtestület bizottságai, a polgármester, a nemzetiségi önkormányzatok, a kerületben működő civil szervezetek, a jegyző és a kerületi lakosok. A felhívás megjelenik a 13. kerületi hírnökben, a TV 13 adásában, a kerületi önkormányzat honlapján, a polgármesteri hivatal épületében lévő hirdetőtáblán, valamint szórólapokon. Jelenleg 76 díszpolgára van a 13. kerületnek. Művészek, tudósok, orvosok, sportolók, pedagógusok, politikusok és közéleti személyiségek. ...2018-ban a díszpolgári címre 15 javaslat érkezett. Ismerjük meg, hogy ebben az évben kik lesznek a kerület új díszpolgárai. Felkérem Farkasházi Tivadar újságírót, urat, a 13. kerület díszpolgárát az új díszpolgárok bemutatására.